A Híd Párt és a Magyar Közösség Pártja helyi szervezetének vezetői sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a két párt aláírta a 4 évre szóló koalíciós szerződést, melynek értelmében közös polgármester jelöltjük Círia Attila. A 25-ös képviselőjelölti listán pedig 13 jelöltet a Híd, 12-t pedig a Magyar Közösség Pártja indít, szintén közösen. Basternák Tibor elmondta, ha nincs olyan polgármester jelölt, aki mögött erős, összetartó csapat sorakozik fel, akkor nagyon nehéz feladat a városvezetés, kilábalni a mai nehéz helyzetből ugyanis csupán egy szélesebb közösséggel lehet. Círia Attila alkalmas lehet erre a feladatra, de csak egy olyan csapattal együttműködve, amely valamennyi komármi polgárt képvisel, nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Círia Attila polgármester jelölt eképpen fogalmazott. A kidolgozás alatt álló 5 pontos programot a két párt együtt szeretné megvalósítani. Ennek részeként munkahelyteremtési programot indítanak. Fontosnak tartják a lakossági terhek csökkentését, vagyis az úgynevezett rezsicsökkentést, a városi hivatal munkájának hatékonyabbá tételét, és kijelentette azt is, hogy a komáromi vízművek, a kombak, illetve a vízvagyon nem eladó. A közös programot a tervek szerint 1 hónapon belül tárják a választópolgárok elé.